Üdv srácok, itt Orsavál, és ez itt újra a Binding of Isaac. Ugye a 100. epizód előtt még ígértem, hogy 100. epizód után szinte közvetlenül elkezdődik egy új Isaac-es sorozat. És mivel nézőim becsapására tőlem legtávolabb álló dolog, ezért íme itt az új sorozat, mely a Best Item Combos Ever nevet viseli. És arról szól, hogy a legjobb item kombinációkkal, csupán HP ápok felvételével meddig tudok eljutni. A mai két delikvensünk az Ebekák és a Secret Heart. És remélhetőleg igen sokáig fogom ezzel a két itemmel húzni. Ugye igazából elég ritka ez a kombináció, nem nagyon lehet, illetve nagyon ritkán lehet megkapni mind a kettőt egy menet alatt. Tényleg baromi ritka, de látható, hogy borzasztóan erős, ez pedig egyértelműen HP up, így akár mehetek is tovább. Nem akartam időt húzni Secret Room-mal meg hasonlókkal, mert hát úgyse tudok bemenni a boltba pénzből, úgyhogy igazából tök fölösleges. De esetleg maxim a Judgment ezt csókára tudnám majd költeni a pénzt, hogyha találok véletlenül. Amúgy mással igazából nem. Tehát a sorozat kapcsán még annyit el akartam mondani, hogy újra a ti kreativitásokra lesz szükségem, és újra szeretném a segítségeteket kérni. A kérés nagyon egyszerű, írjatok 2-3 olyan itemet, amit együtt felvéve akár egy katedrálisra, illetve majdnem felvettem a kibok, de tehát akár egy katedrálisra, akár egy chestre lehet esélyem csak HP ápok fölvételével. Egyet még mondanék, ami biztos lesz, a Wigglebur Mom's Knife, ezt nem mondjátok. De hát rengeteg minden van, mert ugye Secret Heart-os köröm nagyon rég volt, illetve nagyon kevés volt. Igazából ez a helyesebb megfogalmazás. Éppen ezért Secret Heart-tal egy halom item kombinációt lehet mondani. Most mondok egyet, például Secret Heart Polyphemus. Egy baromi erős kombináció, és emlékeim szerint nem nagyon volt még nekem. Úgyhogy igen, vagy mondjatok egy párat, hogyha eszetekbe jut, amit látni szeretnétek. Amúgy ezzel a sorozattal szeretném jelezni, hogy Isaacnek sosem lesz vége, ez volt az Isaac, illetve az Isaac volt a csatornámnak az alap koncepciója annó, és mivel erre iratkoztatok föl, wow, Mighty meg Extravision meg ilyen nem lehetnének már, tehát mivel erre iratkoztatok föl, ezért úgy érezném, hogy becsaplak titeket, hogyha ezen túl nem lenne több Isaac. Szóval Isaac lesz mindig. Minden egyéb mellett persze. És lesznek. Rolliver mennyivel jobb lenne. Szóval lesznek. Lesznek sima Isaac-es körök is, és lesznek olyan custom challenge-ok is, amit még korábban javasoltatok, és még nem került rá sor. Úgyhogy Isaac marad, ezt a kis mini sorozatot is folytatom majd, ugye ahogy mondtam, egyrészt még mindenképpen van tervezve, és mivel az Infinite D6 úgy kb. Nagyjából véget ért, nem nagyon terveztem több részt belőle, ezért van egy újabb mini sorozatunk, ami emlékeim szerint még nem nagyon volt senkinél, ez ilyen saját találmány. Vagy legalábbis nem tudok róla. Eternal Heart óriási, az mindenképpen HP up-nak számít, pláne hogyha a szint végén veszem majd föl. Úgyhogy akár ezen a szinten kettőt is kaphatok, hogyha sikerül hamar megtalálnom a boss-t. A fene egye meg a rohadt pókokat. Nem azért lényegesen egyszerűbb volt. Lovers az plusz 2 of Hearts,
igen jó választás előtt vagyok. Mind a kettő hasonlót csinál, és hasonlóan jó. Talán a Tulofarc egy kicsit jobb, úgyhogy majd azzal megyek tovább, minden bizonnyal. Nézzünk be a Curse Roomba. Soul Heartot tudok szerezni innen. A kevés megengedett dolog egyike. Tehát dolgok egyike. Ördögszoba valószínűleg elszállt az esélye, de nem igazán probléma. Super Bandage, óriási. Tehát igazából nem probléma, hogy elszállt az ördögszoba esélye. Tulajdonképpen semmire nem jó ma. És ezekben a sorozatokban semmire nem is lesz jó. A francba. Tudtam, hogy felrobbantom magam. Valahogy éreztem. Így nincs csak összejött. Azért az ipekákot úgy használni összességében nem könnyű. De azért Secret Heart nyilván sokkal könnyebb. Hol lehet a Secret Room? Igazából nem különösebben lényeges. Meg vagyok nélkül, sőt Item Room nélkül is meg vagyok. Hát ugye azt nem mondtam, de minden item felvétele szabad, ami ad HP-ot, tehát az 3 Ortácáp játszik, a Stigmata játszik, a Fetod Mushroom játszik, a Lord River, Low River, ilyeneket, ami piros szívet ad pluszba, azt föl szabad venni. Ennyi a játékszabály. Minden más tilos, még akkor is, hogyha nagyon jó lenne fölvenni. Igyekszem leszedni ezeket a ralapizsamákat, de nem olyan könnyű ám. Már csak egy van. Hát a ládát elszúrtam. Elég masszívan. Így né. Úgyhogy most már akár Curse Roomba is bemehetek. Nem, mint eddig nem tehettem volna meg. Most már kicsit jobb szájízzel. Már nem bukok kék szívet. Hú, azt hittem magamra robbantom a TNT-t. Ciki lett volna. Így né. Ipekákat nem légyírtásra tervezték. Ez megint bizonyítja. Arcade-ból jó lenne összeszedni egy Bloodbag-et. Fisztulára sem a legjobb item. Az ipekák. A francba. Jó, hát meghalni nem fogok azért ennél a bossnál, de láttam már furcsaságokat magamtól. Tudjátok, mire gondolok, hogy a 99. epizódban történt dolgokra. Ez nem HP-áp. Ez igazából kék szívet ad, amit szabad. Minden olyat szabad még, ami kék szívet is ad. Meg hát a Tearzap-ból igazából semmire nem megyek. Talán jobb lett volna Curse Room után, de hát így nem megyek akkor a Curse Room-ba. Igazából onnan sem kaphatok nagyon olyat, ami HP-ot ad. Talán a Holy Grail, ami annak számít, hogyha esetleg angyal szobás itemet kapok. Ha esetleg. Hálát adok az égnek, hogy itt nem a gyorsabbak voltak, mert hát azokkal igencsak megszenvedtem volna. Gyerünk, egy Rollivert ki kéne innen szedni. Mindenképpen szükség lenne rá a mai, hogy a mai sikeres menethez. Van arcade a szinten, és én meg fogom próbálni a Boss Challenge Roomot. Illetve nem is kell arcade, hát mellette van a Secret Room, úgyhogy nincs probléma. 99 bomba az nem HP-up. Normál esetben boldogan fölvenném. És ez sem HP-up,
Nincs szerencsém. Hát, talán összejön még egy charge. Igen, csak hálás lennék. Bár sok esélyt nem látok rá. Mert itt lesz egy szoba, aztán bolt. Így van. Ez sajnos várható volt. Így né. Így né. Hát akkor bemegyek a boltba. És elviszem a Soul Heart-ot. Igazából lehetett volna sokkal jobb ez a szint, hogyha mondjuk HP-ak van a Boss Challenge Roomba és egy Rolliver a Secret Roomba, akkor már 6-szor jobban állnék. Mondjuk így sem állok rosszul szerintem. Még akár komolyabb dologban is reménykedhetek, mint egy sima katedrális, de hát azért ne szaladjunk ennyire előre, nem lesz ez egy sétagalop. Ja, a Super Secret Roomot jó lenne megtalálni. Egy újabb Eternal Heart miatt. Igazából olyan marra sok helyen nem lehet. Talán itt a... ez alatt. Így is van. Aha. Hát farmoljuk egy kis pénzt akkor. Ugye a Bloodbag miatt, így most már tényleg megéri. Sok esetleg megvetném a létrát, ki tudom nyitni ezt a ládikót, úgyhogy lehetnek még itt érdekes dolgok. Ezt fölrobbantom. Tudja, ami ziher. Nehogy véletlen problémát okozzon. Nya. Egy habitem lenne, óriási volna. Gyerünk, tudom én, hogy fel akarsz robbanni. Egy halom pénzem lesz viszont. Ha még ha nem is teszi meg azt a szívességet, hogy HP-akot adjon nekünk. Egyelőre nem akart. Egyelőre még lehet belőle, nem tudom, hogy hány darab piros szív van a Super Secret Roomban. Viszont a létrát akkor megveszem. Tulajdonképpen segíthet. Például szerezhetnék egy kulcsot is, beszeretnék menni az item roomba. Hát, ha tök véletlenül egy olyan item van ott, ami valami HP-ápot ad, vagy azt is. Még maradt szív. Kettő. Meg hát ott a tófác kártyám is, de azt csak a legvégső esetben szeretném elhasználni. Ja, megvettem a létrát, jó. Igen, csak kevés pénzem van, úgyhogy ebből gondoltam. Tulajdonképpen nem rossz üzletet csináltam, ám bár azért bombákra nem nagyon van szükségem ma. Na. Csapó nem tudom hány. Persze, miért is adna Bloodbag-et? Jó, próbáljunk egy kulcsot szerezni. Azt hittem sikerült felrobbantanom. Így, mivel két piros szín van a Super Secret Roomba. Hát így meg aztán pláne. Még 6 játék az Ivy Pack-gel. A fenébe. Gyerünk. Na jó, tudjátok mit? Próbáljuk meg így. Így azért annyira nem nagy probléma, hogy elszúrtam a egy fél kék szívet, ugye egyből visszakaptam egy egészet. Akarok én ezzel az itt a piros alapirossal játszani, csak a probléma van vele. Inkább maradok csak és kizárólag a slot machine-nél. Csak ad egy kulcsot. Robbantsuk fel ezt a csávót. Hát nem.
Még egy rakat pénzem lesz, úgyhogy igazából nem félek attól, hogy elfogy. Arra így folytatom a... Továbbra is ilyen szerencsém lesz, azért előbb-utóbb el tud fogyni. Nézzük hát, hanem House Down. Puberty. Persze nézzünk ki, még őrült ebből. Ó, egy kulcs. Finally. Na akkor. Na erről beszéltem, egy halom. Halom pénzem lesz még. A következő szinten is be tudok menni a boltba. Igaz, hogy ott jó esélye grid lesz, de se baj. Ne. Ez a rat kurzor mindig bejön a képernyőn és bosszantó nagyon. Na nézzük. Hát ez nem HP up. Úgyhogy nem is veszem föl. Illetve hát végülis kék szívet ad. Időnként, úgyhogy még akár bele is férhet. Remélem most ezt nem könyvelitek el csalásnak. Egyezünk meg úgy, hogy ami kék vagy piros szívet ad, azt föl szabad venni. Kék. Kék és vagy piros szívet. Ugye a Super Bandage-re gondolva. Tehát... Ja, ez egy viszonylag jó szint volt szerintem. Olyan sok dolgom már nem maradt itt. Megtettem, amit tudtam. Talán robbantsuk fel még a slot machine-t. Szeretnék most több pénzt eljátszani, ott is több időt húzni ezzel. Ezt csak kaptam még egy kulcsot. És menjünk a következő szintre, ami már akár Necropolis is lehet. De szerencsére nem az. Hát ilyen helyzetekben igazán hasznos az IPK-k. Ilyen helyzetekben is. Gyerünk. Na, nem igaz. Ott egy tüntű drag, valahogy jó lenne felrobbantani. Így van. Életerővel rendben leszünk, úgyhogy bemegyek a Curse Roomba. Gapis Head. Próbáljuk meg átfogatni, átrelez belőle egy angyal item. Nem, viszont ez ad életerőt, kéket ráadásul, úgyhogy ezt mindenképpen szabad. És a pekt is szabad, szóval igazából, hogy az nem teljesen igaz, hogy az ördög itemnek nem lesz jelentő, illetve az ördög szobának nincs jelentősége, innen meg nem tudom magam kirobbantani. Mivel kis boss volt. Úgyhogy már kis pekt ezek jöhetnek. Így, mi már csak azt a szarházat kéne, meg is van. Vissza a Secret Roomba, ugyanis ha jól emlékszem dobott Quartert. És nekem arra szükségem van, hogy Rolliver legyen belőle. Oké. Így né. Ez nem jött össze, és ez már igen, tök véletlenül. Azt hittem, hogy nem fogja már elkapni. Child's Heart lényegében jól is jöhet. Ó, szia! Nem akarlak megölni. Ah! Édes jó istenem. Legközelebb majd talán jó ötlet lenne bombával megpróbálni. Loki pedig nem lehet probléma, még úgysem, hogy egy ilyen kis szarság megy itt körbe-körbe. Stem Cells az HP up, de nem a legjobb. Ide meg jó lett volna feltöltött D6-ossal bejönni. Mindegy, ezt az HP up-ot elviszem. Kicsit gyorsabbak lesznek az IPK-k lövedékeim. De HP up-ra nagyon nagy szükségem van, úgyhogy nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy itt hagyjam. Vagy esetleg átforgassam egy olyasmire, amit nem tudok fölvenni.
pláne úgy, hogy a Secret Roomban még van dolgom. És el is indulok oda-vissza. Már csak meg kéne tudnom, hogy hol volt. Itt volt a Curse Room mellett balra. Ha minden igaz. Ott egész pontosan. Ank lényegében az nem HP-ja, pedig igaz, hogy ad kék szívet, hogyha meghalsz. De mivel a one-up nem ér, one-upot nem ér fölvenni, ezért az ankról is lemondok, és hát tulajdonképpen remélhetőleg nem is lenne rá szükség. Így, né. Talán még egy charge összejön. Igen. Még egy már nem hiszem. Ám bár még se boltot, se item roomot nem láttam, és mind a kettőbe beszeretnék menni. És hát ugye a boltban jó esélye grid van, úgyhogy akár még egy charge összejött. Akár. Nem igazán hinném, hogy összefog, de hát azért próbáljuk meg. Mindig van valamit újra generálni. Szinte mindig. Pláne ma. Ezt sem viszem el, hát nem is vihetném, mert igazából spacebaros itemeket sem szabad fölvennem, de hát nem is nincs is rá szükségem, mert hát ezek a ilyen tulajdonképpeni challenge-alnokat mindig Isaac-kel próbálkozom végvinni. És hát Isaac-nek ott a D6-os, annál jobb spacebaros itemre nincs szükség. Ez az egyik nagy előnye Isaac-nek, és hát nem lesz még egy charge, még akkor sem, hogyha gridet kapom a boltba. A francba. Leszakadnátok már erről az ugrálásról. Hát ez idegesítő. Meg kell, hogy valljam, hogy ennyiszer eltalált. Mindegy. Relik sem ér sajnos. Azért ez egy durva seed. Lássuk, kaptam volna már Mitred reliket, meg nem is tudom már mit. Boltban meg nincs grid, térképet nem szabad fölvennem, mivel hát egyértelműen nem ad életerőt. És a, hát a relik az kék szíveket dobál néha, de nem úgy értettem azt, hogy kék vagy piros szívet ad, hanem úgy, hogy oda fölülre a jobb felső sarokba ad kék vagy piros szívet. Úgyhogy, hát ezt sajnos nem szabad fölvennem. Úgyhogy szerintem menjünk is tovább. Amúgy, hát egy kicsit meggondolom és kicsit átgondolom, nem lehetett grid a boltban, ugyanis a Secret Roomban volt. Csak hát valahogy elfelejtettem, vagy nem jutott eszembe. Menjünk tovább, ami már Necropolis. És könyvtár. Ami érdekes lehet, annak ellenére, hogy nem rendelkezem kulcssal lényegében. De hát ezen még akár segíthetek is itt. És már tényleg jó esélye grid van a boltban, mert ma még egyszer se volt. Jó, egyelőre ennyi. Reménykedem benne, hogy a szint úgy gondolja, hogy nekem jár kulcs. Így, né? Au. Hát mivel megvan a charge, ezért kételezik az egyetlen kulcsomat elhasználni most a könyvtárra, mert nem akarok charge-ot bukni, és hát tulajdonképpen egy Necropolis akár elég nagy is lehet ahhoz, hogy hát ebben az esetben nem, de elég nagy is lehetne ahhoz, hogy az egész könyvtárat kifullozzam, így meg aztán pláne nem. Lényegében nem lett volna rossz döntés mondjuk megnézni, hogy itt van a Secret Room valahol. De mondjuk nincs, ez egy kicsit megnyugtat, hogy nem pazaroltam kulcsot. Mert a Secret Roomon keresztül lényegében most ingyen tudok bejönni bárba, amire ingyen megyek be a Secret Roomba is, és ingyen jövök ki onnan. Hogy ingyen megyek keresztül rajta. Évekák egyik nagy előnye. Na most dönthettem, hogy vagy belemászom a kék vagy zöld lövedékbe, ami egy egészet sebez, vagy a piroséba, ami csak egy felet. Úgy döntöttem, hogy az utóbbi jobban megéri. Itt a bolt, de nekem viszont nincs kulcsom. Ó, megvan a Secret Room, teljesen véletlen folytán.
meg, szokd már le a köpködésről, légy szíves. Mivel van egy másik slot machine is, ezért ezt nyugodt szívvel felrobbantom. Viszont nem megyek ott most ki, mert nem akarok charge-ot bukni. Na nézzük. Na megint, hát nem igaz, hogy csak dupla könyveket bír adni. Nem barátom ma a D6-os és a Troll Engine, hát pedig a Troll Engine ritkán a barátom. Magician, hát az, és így aztán tényleg totálisan használom, amúgy is egy nagy szar és semmire nem jó, de hát úgy, hogy már van szép, hogy hátom, tényleg semmire nem lehet használni. Kulcs! Micsoda meglepetés! Ilyen van a játékban? Boss challenge room engem érdekel. Ne. Minimás nem jó, Demon Baby nem jó. Boss challenge room-ba meg nem nagyon tudok bemenni. Igen, csak nagy macera lenne. Hát ennyi volt szerintem a könyvtár újragenerálása amúgy mára. Nem nagyon érzem úgy, hogy ez vezet valamire. Hát mondjuk esetleg lesz még egy könyvtár, akkor valószínűleg ki tudom fullozni. De csak abban az esetben. Eléggé kellemetlen tisztul a IPK-kkal, de ezt már mintha ma mondtam volna. Hát igen, ez most mondjuk egy kicsit be is néztem, mert talán meg lehetett volna oldani anélkül, hogy fel magamra robbantsam. Így né. Curse room, persze, miért is ne? Pókok, pókok. Miért egy piros ládában laknak a pókok, azt nem tudom. Nincs jobb helyük. Super Secret Room után is szeretnék kutatni, ha már erre járok. Meg kell nagyon visszajönnöm át, illetve hogyha mondjuk megtalálom és az van ott, amit szeretnék. Név szerint Eternal Heart-ak, úgyis össze kell jönnöm. Esetleg itt. Nope. Akkor itt. Nem. Még egy pár helyen lehet. Most már lassan a bosszal is érdemes lenne törődni. Hogyha megtalálom anyámat. Amit kifejezetten nem szeretek ipekákkal ölni. Nem a legkönnyebb műveletek egyike. Nem is tudok ugye visszajönni, esetleg Eternal Heart lenne itt. Most, hogy így most már eszembe jut, hogy kéne hozzá egy teleportálós kártya, mivel egyelőre nem rendelkezem. Gluttony! Ez jó lenne. Mert adhatott volna valamit. No, most választhatok, hogy vagy megvárom, vagy, illetve vagy megölöm anyát és megpróbálok boss itemet újra generálni, ami jó eséllyel dob HP up-ot. Vagy újra generálom a, vagy a könyvtárat, vagy az item roomot, és én a legutóbbit fogom tenni. Tehát item roomból próbálok valami olyan itemet összeszedni, amire, ami hasznunkra lehet. Nézzük. Lucky Food, ami nem rossz, de egyetemben nem ad sem kék, sem piros szívet. Úgyhogy irány anyuka. És próbáljuk meg valahogy túl lenni rajta. Nem lesz egy egyszerű szülés. És igen, sok életerőn bánhatja. Na, még egy slot machine gyűjtőjára, és itt a boss. Egy kék anya. Így né. Csak rám ugrott. Jaj, ne! Ez tök véletlen volt, a pókokat akarom elintézni, és nem magamat. Tényleg nem kevés életerőmbe kerülhet. Észre. És ennyi volt a boss, ez lényegesen könnyebben ment, mint hittem, hogy fog menni. És lenne angyalszoba. Hallottam a zenéjét.
De nem tudom, nem tudok bemenni. Oh, Curse of Darkness. Lényegében tök mindegy, mert hát nincs se kampeszem, se térképen, meg úgy kb. Semmi. Ez ugye nem tudjuk mi. Boss Austin nagyszerű. Greed, amit farmolhatnék, és ez is lett volna a terv, csak hát ipekákkal elég kellemetlen. Kellemetlen dolog a célzás, mert hát úgy nem nagyon lehet vele. Adjátok már, apa! Ezek az ellenfelek nem a kedvenceim ipekákkal, meg ezek a szobák. Ezek azért lényegesen egyszerűbbek ipekákkal, mint nélküle. Mondjuk a legegyszerűbbek Brimstone-nal. Meg úgy szerintem úgy összességében a legegyszerűbb Brimstone-nal játszani. Sokkal könnyebb, mint késsel. Szerintem. És sokkal könnyebb, mint ipekákkal nyilván. És még szerintem a Epic Fetusnál is sokkal könnyebb Brimstone-nal játszani. Viszlát, ez Boss of Steel. Amire szükségem is volt, mert elszúrtam egy szobát. A bosszunk pedig Skolex. Elég nehéz lesz megoldani, úgyhogy fájjon neki. Ez nagyon jó lövés volt tőle, el kell ismerni. Hova? Így ennyi volt. Speed up, ez meg range up, úgyhogy... Úgyhogy irány vadászútra. Egy HP upra még szerintem szükségem volna. És igazából van is rá még esély, még szerintem jó pár ilyen sima, egyszerű HP up-ot nem vettem föl. Hol vagy? Miért bujkálsz? Nem bántalak. Ja de. Így, hát ezek meg sem mozdultak lényegében. Még egy szoba. És van charge-om. Oh. Legutálatosabb ellenfelek. Ipekákkal. És megint elbuktam a Boss of Steel-ből kapott életerőmet. Megint nem játszom valami fényesen, de egyelőre még élünk, és én nagyon bizakodó vagyok. Nem csak, hogy élünk, hanem igen, csak jól állunk. Viszonylag sok életerő. Ipekák plusz Sacred Heart. Ezek meg hogy kerültek ide? Itt van a lehető legjobb HP app, amit most kaphattam. Úgyhogy elégedett vagyok. Hát ez elég kellemetlen szoba volt. Hát ez sem a legkellemesebbek egyike. De ezt sem talált most el. Hát veled meg mi legyen? Ez legyen. Veletek mi legyen? Mert magamat fogom fölrobbantani, ezt éreztem. Rohadt Dirty Jay. Csak egy fél piros szív volt, vagy egy egész? Ez bizony egy egész, ezzel én elégedett vagyok, és menjünk anyára, ami remélhetőleg nem lesz túl nagy kihívás. Ezek a hülye lézerek a legnehezebb része szerintem, mert innentől kezdve ennyit fogok csinálni. Remeteg monstru is hamar megfekszik, mert nem akarok túl sok időt tölteni anyukámnál. Nem kedvelem. Vagy anyukám szívénél most már. Megiféle csökevény. Ennyi volt. Könnyedén lement. Irány a katedrális. Ez volt a...
elsődleges célom. Azt hittem, hogy nem maradok ki a láncreakcióból, de végül is sikeresen teljesítettük a szobát. Elmehettem volna az előző szinten én Super Secret Roomot vagy Secret Roomot keresni, meg stb., de nem éreztem szükségét. Aztán lehet, hogy majd most fogom. Ez sem volt a legegyszerűbb szobák egyike. Ő is köpköd, én is köpködök zöld nagy bogyókat, de most erősebbnek bizonyultam. Kettő darab Loki. Ja, már csak egy. Már egy se. Uh-oh. Az a baj, hogy amikor ellövök egyet, akkor kicsit meg van kötve a kezem, hogy merre mozogjak. Ezt nem volt jó ötlet kinyitni, de ő is megtérült, szóval meg van kötve a kezem, hogy merre mozogjak. Ugyanis amerre lövök, arra nem tudok, de általában arra kéne ilyen helyzetben, mert hát, hogy onnan fognak felém lőni, és ha arra elmozgok, akkor igazából kikerülöm az ő lövedéküket, ami a cél lenne. De, hát nem egy nehéz, vagy nem egy könnyű dolog. Nos, nincs maximum életem, viszont van Two of Hearts-om, amit igazából kb. Egy találat után el is kéne tolnom. Úgyhogy maximum életem plusz egy szívem van. Meg Ibekákom, ami erre a bossra az egyik legjobb item. Oké. A damage-em nem olyan eszeveszetten nagy, de én szerintem ez nem lesz probléma, mármint a boss. Tehát a 63 damage-e azért nem kell szerintem, vagy majdnem 64 damage-e nem kell szégyenkeznem. Nem rossz az. Igazából az angyal szarságok a legidegesítőbbek. Azért jó párszor eltalált Isaac, de ez megvan, és itt a láda. Meg is van a 4 kulcs és a D6-os töltés. Mom's Knife. Nyilván nem tartok ma rá igényt. Egyik sem ad HP-apot. Jó, tehát Cap azért valahogy megjöhetne már. Vagy valami olyan, ami... Ó! Oh. És hiszitek vagy sem, ez lesz a legidegesítőbb szoba. Az egyik legidegesítőbb szoba a ládában. A pókos. Végülis túl vagyunk rajta, hála a magasságosnak. Ütöttnál Hart. Hát ennek mindentől kezdve már nincs nagy jelentősége. Ó, hát Wrathnak sem örülök. Ne futkozzatok már, légy szíves. Hogy anya vagy essen belétek. Ott megálltak egymás mellett. Mint ha felkínálkoznának, hogy ide lőjetek. Hát ezzel most mit, mihez kezdjek? Kb. Ez. Oké. Na jó van. Remélem nem erre van a boss. Ez jó vicc volt. Troll Engine, igen. Elismerem, igen, jót nevettem. Mint Will Smith a Men in Black 3-ba. Na, reméltek most kapok valami PhD-t vagy ilyesmit, mert már kezd aggasztóvá válni az életeröm, de természetesen nem kapok semmiféle hasznosat. Monster menüel, subdavupot, meg ilyesmiket. Úgyhogy menjünk tovább. Itt meg Last-tal lesznek problémáim. Hát nem csak vele. Na így, hát a full health. Ezt a... Tower kártya, persze, hát az tök hasznos. Na még egyszer. Ó, hogy a franc essen belétek. Hát ez hogy a francba került ide?
meg fogok halni, srácok. Mi ez? Emperor. Ah, jó vicc, jó vicc. Hát ez meg még jobb. Super Rat, nem a barátom. Egyik halott. Ne! Scapular. Nem lesz ez egy nehéz, vagy nem lesz ez egy könnyű menet. Pláne úgy, hogy semmit nem kapok, ami segíthetne. Hát, ha esetleg Book of Revelations vagy valami. Deck of Cards, Wheel of Fortune. Ami ad tudtommal egy itemet, ha fölrobbantjuk. Már csak az a kérdés, hogy hol robbantsam föl. Jó lenne a Secret Roomban. A Rolliver miatt. Csak jó lenne tudni, hogy hol van a Secret Room. Talán itt? Nem. Ahogy miért nem a D6-os van nálam? Ez egy nagyon jó kérdés. Három lop. Nem túl nehezek. Pláne, hogy egyszer tök ingyen eltalálhatnak. És kellett a Scapular, úgy érzem. Ez a kicsi, kicsi pici csalás, de hát látjátok, kék szívet adott a jobb felső sarokba. Na. Hol a viharba lehet már az a... Ó. Oh. De nem kedvelem ezt a boss-t. Meg a pókokat nagyon nem kedvelem a ládában. És nem ad életerőt, persze kinek kell az. Meg vagyok nélküle. Na hát ezek el fognak tartani egy darabig, mivel rombolásra igencsak immunisnak tűnnek. És lehet, hogy a végét jelentik a mai körnek a rohadt életbe. És igen. Rohadt kerjonkűnek. Hát ez lesz az új sorozatunk, remélem, hogy láttok benne fantáziát és potenciált, ahogy én. Köszönöm a figyelmeteket, Orsavá voltam, viszont legközelebb, sziasztok!